Jó készülés vagyok, visszatartják. Akár testtömeg és testzsír százalék mérésére is volt lehetőségük a jelenlévő időseknek a szekszárdi Szent István házban tartott egészségnapon. Régóta hagyomány, hogy a Szekszárd újvárosi római katolikus társaskör és a Balassa János Kórház pszichiátriai osztálya közösen megrendezi ezt az eseményt, ahol a szépkorú érdeklődők különböző szűrővizsgálatokon vehetnek részt. A napot egészségügyi témákban zajló előadások is színesítették, ezeken választ kaphattak az érdeklődők az őket érintő problémákra is. Jelen pillanatban most vérnyomásmérés, vércukormérés, csontsűrűségvizsgálat, láb és a cipőkészítéssel kapcsolatban vannak itt kollégák, demencia, Alzheimer, porfelmérés, szemészet és szemészettel kapcsolatos vizsgálatok és szemlékészítés. Aztán biotermékek és azzal kapcsolatos édesítőszereket próbálnak itt a kollégák megismertetni a jelenlévőkkel, és még biotermékekből, zöldségekből és snutikat, akár ilyen kóstolókat kínálnak fel. Tulajdonképpen nekünk ez a céldal, vagyis hát ezzel az egészségnappal az a célunk, hogy megelőzzük, vagy felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy oda kell figyelni magukra. Dr. Gabriel Orsolya pszichiáter szakorvos egy nagyon fontos, sok idős embert érintő témában tartott előadást, demencia és a család címmel. Elég gyakori és sokszor, hát ha nem is későn, de hogy nem időben veszik észre a szakemberek. Mert halogatódik, csak egy-egy tünet van, lapangó tünetek, pici tünetek, és aztán hirtelen van egy romlás, és akkor már sokszor kórházba kerülés van. Az első vezető tünet az a memóriazavar, a feledékenység, elfelej dolgokat, a hétköznapokban nem tudja, hogy hova teszi a kulcsot, és így tovább eltéved, aztán súlyosabb állapotban már nem ismeri fel a környezetét, akár a saját otthonát se, vagy a családtagjait sem. Ez már egy előre haladott stádiumban van. A Szekszárdi Kórház pszichiátriai osztálya évente két alkalommal települ ki társzakmákkal karöltve, hogy minél szélesebb körben tudjanak szűrővizsgálatokat végezni az időskorú érdeklődőknek. A pszichiátriai osztálynak mondhatom azt, hogy küldetése azt, hogy az Alzheimer korral kapcsolatos szűréseket itt évről évre lebonyolítsuk, illetve alvászavar, hangulati zavar és különböző kognitív deficitek irányába is szűrjük az időseket. Gyakorlatilag ugye itt a környékről fogadjuk az időseket, illetve hogy ehhez kapcsolódóan mindig vannak előadásaink, amik a demenciával kapcsolatosak, vagy olyan életvitellel kapcsolatos problémákra világítunk rá, amik szintén az idős korosztályt érintik. Közvetlenül elérhető a vérnyomásmérés, a BMI számítás, vércukormérés, illetve idén lehetőség van arra is, hogy a diabéteses neuropátiával kapcsolatban felmérés készüljön, és van táplálkozási tanácsadás, és neurológus kollega van, aki szintén időskori neurológiai betegségekben ad tanácsokat, illetve délután lesz bőrgyógyászat, és a szemészünk is van. Tehát azt gondolom, hogy itt egy óra alatt, vagy másfél óra alatt gyakorlatilag egy csomó szakma rendelkezésre áll, és segítséget nyújt. Amit akár hetekig, vagy ugye a van csontsűrűség vizsgálat, az pedig hát évek kellenek, míg valaki sorra kerül, és tényleg én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű kezdeményezés arra, hogy azonnali információkhoz jussanak az idősek. Itt mindenki mindenkit ismer, tehát hogy az is nagyon fontos, ugye, hogy mi több mint 10 évvel járunk ide, hogy ismernek már bennünket, illetve hát azokat is ismerik, akik részt vesznek a szervezésbe, és hogy tényleg mindenki ismer mindenkit,
ezzel sokkal gördülékenyebbé válik, és úgy, ahogy mondja, hogy sokkal otthonosabb minden olyan lehetőség, ami most itt elérhető. Kertész Ágnes azt is elmondta, hogy ezek a szűrővizsgálatok azért is nagyon fontosak, hogy azok az emberek, akiknél a szakemberek bármilyen eltérést tapasztalnak az egészségügyi állapotukban, a lehető leghamarabb kapjanak szakmai segítséget.